Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Miszós, augusztus 5-én. Mi már túl vagyunk a nehézségeken, és érezzük a könnyűséget. De a mai napon még vannak problémák, és ez abból adódik, hogy a Mars bolygó és egy visszafele tekintő Jupiter bolygó még mindig ebben a kvadrát aspektusban áll. Ez azt jelenti számunkra, hogy mi fáradtak vagyunk, kimerültek, nem tudjuk hogyan tovább. Főleg a férfiak érzik így magukat. A mai napon van 2 quincunx aspekt. És ezt mi érezni fogjuk. Bizonytalanok vagyunk. Én ezt a quincunx aspektust úgy szoktam elmagyarázni, hogy képzeljétek el, hogy van előttetek egy inga, és valaki kérdezi, mondjátok meg, hogy melyik irányba fog ez az inga kimozdulni. Nos, akkor mi lenne a válasz? Nem tudom, fogalmam sincs, és pontosan ez, amit mi ma érzünk. Az egyik ilyen quincunx aspekt az a Vénusz bolygó és egy visszatekintő Szaturnusz bolygó között van. Vénusz mutatja a nőiességet, bennünket, hölgyeket, de a szerelmi kapcsolatokat is. Itt kell a könnyűség, de nem szabad, hogy eljátsszuk a dolgokat. A másik oldalon ott van egy visszatekintő Szaturnusz bolygó. Szaturnusz szeretné azt, ha itt kialakulna valami. De csak akkor, ha ő úgy gondolja, hogy ez a kapcsolat jó számotokra. Mivel Szaturnusz visszatekintő, az a múlttal van kapcsolatban, vissza kell, hogy nézzünk a múltba. Itt mindig van egy lecke is, amit tanulnunk kell. Ezért olyan nehezen mozognak előre az események. És hol van itt a megoldás? Ez egy quincunx aspekt. Gondoljunk vissza az ingára. A válasz az, hogy nem tudjuk. Nem tudjuk, hogyan tovább. Tehát hagyjuk most így az eseményeket. Nem kell ma döntéseket hozni. A másik quincunx aspekt az a hold, és a Merkur bolygó között van. A hold szimbolizálja az anyai érzéseket, vagy az anyukánkat, itt vannak bizonytalanságok, viszont a hold uralkodik az érzéseink felett is. A hold most kapcsolatban áll Merkur bolygóval, tehát Merkur bolygó kihat az anyai kapcsolatokra, vagy az érzéseinkre, vagy mindkettőre. Itt érzelmekről és kommunikációról van szó. De melyik irányba? Az egyik irány a könnyűség, és egy kis disztancia, a másik irány pedig a mély érzések, és erről kellene, hogy beszéljünk. A megoldás középen van. Ne túl sokat, ne túl keveset. Ekkor nem hibázunk. Ha fontos beszélgetésekről van szó, a párkapcsolat területén, vagy egy másik élet területen, akkor az jobb lenne, ha ezt holnapra elhalasztanátok. Miért?
Ezt elmagyarázom nektek. Merkur bolygó kering a nap körül, és holnap, tehát augusztus 6-án eléri a perihelt. Az azt jelenti, közel áll a naphoz. Mivel így a nap besugározza ezt a Merkur bolygót, ezt a Merkur energiát, megvan arra a lehetőség, hogy oda nézzünk valamire, vagy tisztázzunk valamit. Azon kívül Merkur itt ezen a ponton gyorsabban mozog, tehát pörögnek az események. Ezért ez az időpont kedvezőbb, a beszélgetésekről van szó, kereskedelmi ügyekről, vagy egy dokument aláírásáról. Visszatérve erre a Hold és Merkur kvinkunx kapcsolatra, itt bizonytalanságokról van szó, ezt említettem is, ez adódhat abból is, hogy valaki visszahúzódik, és ti elgondolkoztok azon, miért, és nincs rá válasz. Mert ez a kvinkunx aspekt, ez úgy hat a mai napra, vagy erre a szituációra, nem tudom, hogyan tovább, fogalmam sincs. Nem tudom, mikor jelentkezik újra, fogalmam sincs. Így érezzük ezt a mai napon. És ez volt a felvételem, mi szó is, augusztus 5-én. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!